Köszöntöm kedves nézőinket önök a heti tévé hírműsorát látják. Online konferencia keretében tartották meg a v és Németország csúcs találkozóját kett délelőtt. A megbeszélésen a koronavírus válságról volt szó, közölte Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. Angela Merkel német, Orbán Viktor magyar, Andrei Babis cseh, Mateusz Morawiecki lengyel, valamint Igor Matovics szlovák kormányfő a koronavírus járvány okozta gazdasági károk áthidadásáról egyeztetett. Egyetértettek abban, hogy a járvány ősszel várható újabb hullámát egy sokkal jobban felkészült egészségügyi rendszernek kell kezelnie Európában, ismertette a sajtófőnök. Hozzátette a visegrádi országok június elején tartják következő csúcs találkozójukat Csehországban. A kormány elkötelezett az egészségügyi alapellátás fejlesztésében, az egészség megőrzésében és a betegségek megelőzésében. Jelentette ki Horváth Illikó egészségügyért felelős államtitkár a családorvosok világnapja alkalmából. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára azt mondta, ezen a napon a kormány köszönetet mond az alapellátásban dolgozó házi orvosoknak, akik helytáltak a koronavírus járvány idején. Hozzátette a 65 év feletti orvosoknak külön megköszönik, hogy éltek a távkonzultáció lehetőségével, és így igyekeztek a lehető legjobbat nyújtani a betegeik számára. Meggyőződésem, hogy ez a munka, amit ők is elvégeztek, és az a csapatmunka, amit sokan fiatalabb kollégáik bevonásával elvégeztek a betegeik érdekében, a betegeiknek nem csak a koronavírus fertőzéssel szembeni védettséget fokozta, hanem egyéb betegségeiknek a megfelelő felismerését és a krónikus betegségek megfelelő gyógyszerezését is biztosította, fogalmazott. Ugrásszerűen nőtt a munkahelyvédelmi bértámogatási programra jelentkezők száma az elmúlt két hétben közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatás politikai államtitkára. Bodó Sándor elmondta, a program iránt továbbra is hatalmas az érdeklődés, eddig több mint 7200 vállalkozás adott be pályázatot, ennek eredményeképpen több mint 95 ezer embernek tudtak segíteni abban, hogy a munkahelye megmaradjon. Dolgozóként a három hónapos támogatási időszak alatt át átlagosan 167 ezer forint támogatást tudnak biztosítani közölte. Az államtitkár elmondta, a legtöbb támogatási igény a feldolgozóiparból, a turizmus vendéglátásból, a kereskedelmi ágazatból, a gépjárműjavításból, valamint a szállítás-raktározás ágazatból érkezett. Területileg a legtöbb támogatási igény Fejér, Pest, Györmoson-Sopron, valamint Bács-Kiskun megyéből érkezett. Bodó Sándor kiemelte, a munkahelyvédelmi bértámogatási program lehetőségét biztosít arra, hogy csökkentett munkaidőben tudják foglalkoztatni a munkavállalókat, a munkaadók, és három hónapon keresztül állami támogatást vegyenek igénybe. Fülöp Attila, az emmi szociális ügyekért felelős államtitkára a heti TV pírkada című műsorában az örökbefogadásról szóló törvény módosításáról, valamint az idős otthonokról beszélt. Az államtitkár beszélt arról, hogy kedden kezdte meg tárgyalni az országgyűlés az örökbefogadásról szóló törvény módosítását, amely során a, bet a beterjesztő kormány szándéka szerint több ponton is könnyítenének az eddigi eljárásokon, valamint az örökbefogadóknak is több tá támogatást adnának. Én Évente közel 1000 örökbefogadás történik Magyarországon. Az örökbefogadások során a cél egy családközpontú élet és védelem megadása a gyermekeknek. Azok számára is akiknek nem adatik meg a vér szerinti családban való felnövés. A koronavírus járvány a világon mindenütt leginkább az idős otthonokat érintette, a legtöbben az ott élők közül haltak meg. Arra a felvetésre, hogy nem lenne -e szerencsésebb, ha az EU egy közös protokollt vezetne be ezeknek az intézményeknek a működésével kapcsolatban. Fülöp Attila úgy felelt, a magyarországi idős otthonok alig több mint 3%-ánál vannak igazolt betegek, ez nyilvánvalóan a tisztifőorvos által kiadott szigorú korlátozó intézkedéseknek is köszönhető. Mindez azt jelenti, a kormány időben lépett, a hatékonyságuk is megfelelőnek bizonyult, ami a szakmai protokollokat illeti, az államtitkár saját tapasztalataira hivatkozva közölte, azokban az intézményekben tudják a szükséges lépéseket megtenni, ahol valóban van gazdája az otthonnak. Külpolitikai híreink. Nagyon jó lenne, ha a közép-európai országok határai június közepén egyszerre nyithatnának meg, jelentette ki Andrei Babis cseh miniszterelnök. Megállapodtunk, hogy amennyiben az osztrák-német határ megnyitása június 15-én biztosnak tekinthető, nagyon jó lenne, ha szintén június 15-én egyszerre megnyitnának, ha megnyitnák határaikat a szomszédok is, tehát Ausztria, Magyarország, Németország és reméljük, hogy Szlovákia is csatlakozik hozzánk, mondta Babis. A Babis Merkel megbeszélésre a négy visegrádi ország, Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia miniszterelnöke és a német kancellár tárgyalásai után került sor. Andrei Babis szerint a visegrádi négyek közül egyelőre Lengyelország az, amely még nem mérlegeli határainak megnyitását. A határokat az európai országok az új koronavírus járvány elleni védekezésként zárták le többnyire március közepén. Babis a sajtó értekezleten bejelentette, hogy a cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák kormányfő júniusban a dél -Morva országi Brünnben találkozik, hogy egyeztessék álláspontjaikat az Európai Tanács ülése előtt. A brit trónörökös Károly Herceg arra buzdítja a briteket, hogy menjenek ki a földekre és segítsenek a gazdáknak a termés betakarításában a koronavírus járványos időkben, írta az MTI. Kedden Károly Herceg az Instagramra feltett videóüzenetben arra emlékeztette a briteket, hogy az élelem nem varázsszóra terem. A herceg, aki maga is biogazdálkodást folytat, skóciai Burkhallik veteményes kertjében elismerte, hogy a Szántóföldeken végzett munka nem kimondottan vonzó és olykor fárasztó. A trónörökös az üzenettel a kormány és az agrárszektor közös. Pick for Britain nevű kampányát támogatja, amelynek célja többlet munkaerő toborzása a földekre a járvány idején. A kampány során diákokat buzdítanak arra, hogy töltsék be azokat a külföldi mezőgazdasági munkásoknak a helyét, akik a koronavírus járvány miatt hazájukban rekedtek. Az idény munkások hiánya előrevetíti annak rémképét, hogy a földeken rohad el a betakarítatlan gyümölcs és zöldség. A helyzetet súlyosbítja, hogy sok, főleg kelet-európai vendégmunkás véglegesen visszatért hazájába azután, hogy Nagy-Britannia az Európai Unióból való kilépés mellett döntött. Lezuhant az orosz légierő egy Mi-8-as helikoptere a Moszkva megyei Klin város közelében kedveste, a legénység életét vesztette. Az orosz védelmi minisztériumnak a balesetről kiadott közleménye arról nem számolt be, hogy a helikopteren hányan tartózkodtak. A tárca szerint a hadianyagot nem szállító Mi-8-as kiképző repülést hajtott végze, végre. A baleset okainak tisztázására az orosz légierő parancsnoksága vizsgálatot indított. Feltételezések szerint a Klin-től 20 kilométerre bekövetkezett Kat műszaki hiba okozhatta. Az ENSZ egészségügyi világszervezetének folyósított hozzájárulás korlátlan időre szóló felfüggesztésével és az Egyesült Államok tagságának átgondolásával fenyegetett Donald Trump amerikai elnök a Twitteren. Az elnök a mikroblogján közzétette azt a háromoldalas levelet, amelyet a Fehérház fejlécével Tedros Adamon Gebreyesusnak a WHO igazgatójának címzett. A levél önmagáért beszéltette hozzá. A levélben az Egyesült Államok elnöke felidézte, hogy április 14-én miért függesztette fel átmeneti időre a szervezetnek nyújtott amerikai támogatást. Kitért a kínai kormányzat által a vélelmezett hiányos és késedelmes járványügyi tájékoztatására, és arra is, hogy az amerikai álláspont szerint Xi Jinping kínai elnök mikor és hogyan gyakorolt nyomást a WHO vezetőségére. Donald Trump a levélben leszögezte, hogy ha 30 napon belül a WHO nem mutat fel érzékelhető változást a munkájában, akkor Washington a hozzájárulása átmeneti felfüggesztését véglegesre változtatja és átgondolja a WHO tagságát is. Nyomatékosan kérjük Izraelt, hogy tartózkodjon a megszállt palesztin területek bekebelezésére vonatkozó egyoldalú döntésektől, amelyek semmibe veszik a nemzetközi jogot, írta nyilatkozatában az Európai Unió. A József Borrell uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő által ismertetett dokumentumot Ausztria és Magyarország kivételével az összes uniós tagország aláírta. Az állásfoglalást május 15-én vitatták meg az uniós külügyminiszterek. Barcelonában a luxemburgi diplomácia vezetője örömmel fogadta a nyilatkozat széles körű támogatottságát. A dokumentum Assemblon és ír kollégája Simon Kovni május 12-i kezdeményezésének eredménye. Assemblon ugyanakkor sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy Ausztria és Magyarország nem csatlakozott a 25 tagállamhoz az uniós külpolitika hitelessége szempontjából szerinte kiemelten fontos ügyben. A magyarok vesztették el a legtöbb állást a külföldiek körül Ausztriában, közül Ausztriában, de a visszaesés után most gyorsan jöhet a visszakapaszkodás. Az osztrák társadalom biztosító adatai szerint februárban még 101.305 magyar állampolgár dolgozott Ausztriában, márciusban már csak 78.062. Az országban 187.000-rel kevesebb betöltött állás volt márciusban, mint egy hónappal korábban, ebből 110.000 állást a külföldiek veszítettek el. A legnagyobb csökkenés 23.000 munkahelyjel messze a magyaroké volt márciusban. A német és a szlovák munkavállalók száma 9600, illetve 9200 fővel csökkent. Áprilisban már meg is kezdődött némi visszarendeződés. A magyarok száma 253 fővel nőtt 78.315 főre. Ez 2019 áprilisához képest még mindig 12.400 fős csökkenés. Tavasszal egyébként is csökkenni szokott a magyar foglalkoztatottak száma a turizmusban, ugyanis véget ér a síszezon. A mezőgazdaság legmunkásabb periódusa pedig még nem kezdődik el olyankor. Híreinkről bővebb információt a www.brajerpress.com, illetve a heti on olvashatnak. Maradjanak velünk, következik az időjárás jelentés. Szerdán hidegfront alakítja az időjárást élénk, a nyugati és a keleti ország részben erős, néha viharos lökésekkel kísért észak-keleti széllel, néhány fokos lehűléssel. Döntően borult lesz az ég, és több felé kell számítani esőre. A jellemző hőmérséklet átlag a szerda reggel 11-15, szerda délután 15-22, csütörtök reggel 10 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmüket, legyen szép napjuk a viszontlátásra!